Burgonya kosarakban Bicsérden már a 22. Burgonya Fesztivált tartották a Baranyai településen a hétvégén. A fellépők között voltak helyiek is, az iskola pompon lányai mutatták meg akrobatikus tudásukat. Az akrobatikus pompon egy kötetlen táncforma, akrobatikus elemekkel tűzdelve, néhol magasabb szinten, több emeleten is építkeznek a lányok, nagy dobások vannak, erőlét kell hozzá, és nyilván kitartás, és természetesen mellette a pompon is egy olyan eszköz, ami színesíti a műsorszámunkat. A zenés táncos műsorok mellett a burgonyából készített ételek főzése elmaradhatatlan része a fesztiválnak. A település orvosai és munkatársai minden évben részt vesznek ebben. Minden évben részt veszünk a falu életében, az egészségnek épp úgy részt kell venni a lakossággal, együtt kell lennünk társadalmi megnyilvánulásokban is. És amikor mi ide a Krumpli Fesztiválra kijövünk főzni, akkor mindig megpróbálunk valami olyasmit csinálni, ami egészséges, ami otthon. Mindig azt szeretjük, hogyha a családok saját maguk főznek, ez szociálisan is jó, egészség szempontjából is jó. Úgyhogy minden évben mi is itt vagyunk, és mi is főzünk. Egy burgonya termesztő cég működéséhez köthető a fesztivál létrejötte. Az agrárszakmai bemutatók és ismertetők mellé szerveztek egy kulturális, gasztronómiai eseményt. Így indult a település nagy rendezvénye 22 éve, mondja a polgármester. Azóta is ez maradt, hogy van egy szakmaiság, ahol a burgonya fajtákat mutatjuk be, a termesztés soráni dolgokat. A másik részében van a gasztronómia része, hogy hogy készítjük el a dolgokat, az ételeket, hogy milyen ételek vannak, ami burgonyánál felhasználható, és a harmadik része az pedig a kulturális rész, tehát fellépők, helyiek, sztár fellépők, vagy akár baranyai fellépők, de inkább ugye a helyiekből indulunk ki, általános iskolások, vagy a mi olyan lakosaink, akik hát zenei tanulmányaik során olyan végzettséget értek el. Ők léptek fel a színpadon, illetve voltak messzebbről érkezett előadók is. A gasztronómiai, kulturális programok mellett a gyerekeknek ugrálóvár és egyéb játékok biztosították a szórakozást, hogy az egész család jól érezhesse magát a Bicsérdi Burgonya Fesztiválon.